Tehát mi az érvelés alapja? Az, hogy a Paláston, és itt most egyenes idézet következik, hogy Szent István, bár ők nem szeretik a szentet elétenni, tehát első István királyunknak egyetlen, egykorú és hiteles ábrázolásán, szó szerinti az idézet, nyitott korona van, szemmel láthatóan nem a magyar szent korona, tehát ez azt jelenti, hogy Szent István korában még nyitott korona volt a magyar királyi korona. Na most, ez halmazati bűneset. Tehát látni fogjuk, hogy ha az ember mondjuk mondatrészenként, vagy akár szavanként górcső alá viszi ezt a kijelentést, hihetetlen, hogy mennyi hazugság tömörödött össze ebben a gyakorlatilag egyetlen mondatban. Tehát először is azt mondja, egyetlen, egykorú és hiteles arcképe Szent Istvánnak. Na most, amit itt látunk, annak ez a része, ezt pontosan tudják és dokumentálták azok, akik restaurálták. Ez át van hímezve. Tehát ez nem az eredeti arc. És ezt pontosan tudja a szakma, de a szakma nem publikál. A szakma az eredmény, amit tényleg szakmának nevezhetünk. Tovább kell adja az eredményét a művészettörténészeknek, na ez meg egy válogatott csapat. Tehát ott van a zsilip. Ezt azért jó tudni, mert időnként az ember úgy négy szem közt el tud beszélgetni komoly szakemberrel, tehát olyannal, aki tényleg szakmájának az ura, és kiderül, hogy gyakorlatilag mindent tud, amiről mi itt hosszan beszélünk. És ha az ember megkérdezi, te ne haragudj, akkor miért nem publikálod? Azért, mert nekem nincs jogom ahhoz, hogy publikáljam. Az eredményeket tovább kell adni, és az a gárda, aki a művészettörténész, vagy régész, vagy egyéb, ő majd publikálja. Igen ám, de az meg nem publikálja. Tehát sokkal több a felismert igazság a szakma dolgozó mélyén, mert a mélye az dolgozik, csak a felszíne nem, mint amennyit ebből közkincsé tesznek. Tehát ezt jó tudni, mert nekünk nem azok a valódi ellenfeleink, akik tényleg foglalkoznak az anyagokkal, valóban tényeket vizsgálnak, mert ezek általában jó szakemberek. Nagyon jó szakembergárda van Magyarországon, nem csak egyfajta szakmában. Tehát minden esetre, mondjuk az én szakmám nem tartozik ezek közé, de aki ezekkel foglalkozik, ott igen. Tehát ők azt is pontosan tudják, hogy nem innen, innen, ez teljesen újra van hímezve. Tehát az, amit a kezében tart, illetve nem tart, hanem dekázik vele, mint mi a gyerekkorunkban a labdával szoktunk. Tehát ez egy teljesen új dolog. Ennek semmi köze nincs országalmához, vagy ahhoz, hogy magyar király csak így tudta viselni az országalmát. Ugye a kézfejével. Tehát semmi köze nincs, de jól látható, hogy a reprodukció, ami nem ebből a célból készült, még az is föltünteti, hogy más a színe. Na, minden esetre menjünk már is tovább. A koronának a formája elárulja, hogy egyáltalán milyen szellemiségű ez a palást. Amit tudjuk, hogy nem királyi palásnak készült, nem koronázási palásnak, hanem ez miseruha volt. Na most ennek a miseruhának a koronája mindegyik esetben, de nem csak annak a figurának az esetében, amit Szent Istvánnak nevezünk, majd látjuk, hogy mennyi joggal, mindegyiknek ilyen típusú a koronája. Ez Szent István kortársa, harmadik Ottó. Tehát ő neki az egyik, már nem is emlékszem, milyen funkciójuk könyvének ez a címlapja, ez az Echternachi műhelyben készült, tehát ez egy nagyon-nagyon ismert reprodukció. Pontosan ez a korona stilizálás van. Na most még egyet legalább vegyünk. Ez pedig a Speyeri ott eltemetett a Száli dinasztiának valamelyik párját, föl van írva, hogy éppen melyik Henrik, és annak a felesége. Ugyanez a korona típus. Tehát ez egy elvi korona, ez nem olyan, ez nyilvánvalóan szögletes koronát soha nem viselt, még német koponya sem, pedig az elég szögletes amúgy. Tehát ezt csak azért mondom, mert nyilvánvaló, hogy nem így nézett ki a koronájuk. Honnan tudom? Azért, mert ugyanott volt kiállítva, ahol az ő halotti koronájuk is ki van állítva. Arra is vissza fogunk majd térni, mert nekik is vannak halotti koronájuk. És innen lehet tudni, hogy a halotti koronák ügyében nekünk mekkorákat lódítanak. Tehát ne felejtsük el, hogy ha kitágítom a horizontomat, akkor bejönnek ám az igaz dolgok is. Na most, ha egy igazat mellé teszek egy hazugnak, akkor az nagyon egyértelműen kiderül, hogy ez hazugság. Tehát ezért jó viszonylag tág körből venni az analógiákat, és egyáltalán megismerni
a világot egy tágabb összefüggésrendben. Na, tehát ezt akkor gondolom, hogy így el lehetett fogadni, menjünk már is tovább. Egyébként sok ilyen ábrázolás van, tehát úgy kell kiválogatni, hogy legyen egy, az egyik fajta műfajból, legyen egy a másik fajtából, mert mindegyikből van több is. Na most egy gond van, és ez az, ami több mint 200 éve már megoldott kérdés, hogy ugyanez a koronatípus mindegyiken rajta van. 12-en vannak itt alól, mind a 12-nek a fején ugyanez a korona van. Tehát ez azt jelenti, hogy itt szó sincs arról, hogy bármelyik királynak konkrétan, akár magyarnak, akár... Nem akarok mindig tigitagi nyamnyamot mondani, mert már elbízzák magukat. Tehát ez... Tehát bármilyen királynak, ha ilyen a koronája, akkor az azt jelenti, hogy minden mártír szentet, mert ezek mártír szentek. Ezek szerint tigitagi nyamnyam koronával koronáztak. Tehát ezt annak idején az a Katona István, aki egy nagyon kiváló történésze volt az 1700-as évek végének, ő már leírta, mert már akkor fölmerült ez az úgynevezett érv, hogy hát, ha egyszer nyitott korona van Szent Istvánon, akkor nem lehetett eredetileg is zárt a magyar szent korona, tehát akkor magyar királyokat még ilyen koronával koronáztak. Már ő mondta, hogy bocsánatot kérek, annyira ne legyünk mi hazafiak, hogy azt higgyük, hogy minden mártír szentet csak magyar király koronájával lehet mártírrá avatni. Tehát ráadásul még humora is volt. Mondom, ez lejátszott meccs, ennek semmi köze nincs magyar királyok bármikori koronájához. Minden esetre érdemes a kérdést tovább feszegetni, mert önmagában még ez talán bocsánatos vétek lehet. Hát egy akadémia elnök, aki mondjuk nyilatkozik történészként, ez nem a jelenlegi, hát nem biztos, hogy olvassa a műveket. Tehát lehet, hogy nem is tud latinul. Tehát ezt azért mondom csak, hogy mentegessem. És most mi a névvel fogunk egy kicsit elbíbelődni. Tehát ha én megkérdezem, hogy milyen alapon gondolja X vagy Y, vagy esetleg közülünk bárki, hogy ez Szent István. Mert ő nagyon hamar rá mondjuk. Hát hogy mi? Hát rá van írva, Stephanus Rex. Tényleg? Ez volna ráírva? Hát persze, hát nem tudod, hát te nem tanultad. De én nem azt kérdeztem, hogy mit tanultam, hanem azt, hogy mi van ráírva. És kiderül, hogy soha nem olvasta el senki, pedig a történelmi szaktantermekben ez ekkorában kinagyítva ott volt. Lehet, hogy mai napig is ott van. És ott jól olvasható. Tehát a felirattal egy kicsit most elszórakozunk, jó? Akkor kérném a következőt. Hát először ugye bemutatom a kezet. Ez egy ilyen munkában, hát hogy mondja, megszaporodott újjú kéz. És erre szokták mondani, hogy hát ez mutatja ugye, hogy 6 ujja van, tehát tényleg Szent István, tehát ne is vitatkozunk most itt ilyen bagatell dolgokról, hogy újra hímez vagy egyéb. 6 új, tehát tátos király, éljen, álljunk föl és énekeljük a himnuszt. Tehát ezt csak azért mondom, mert hihetetlenül hiszékenyek vagyunk, de hihetetlenül. Tehát először is ordít, hogy másodlagos a hímzés. Hát ha valaki itt nem veszi észre, akkor én nem tudom már, hogy mivel bizonyítsa. De egyébként tessék bemenni az Iparművészeti Múzeumnak a textil részlegébe, és kérni, hogy vegyék elő a ide vonatkozó fotóanyagot, azonnal fogják, mert persze, hát tudjuk, nagyon jól látható, a fekete-fehér fotókban ez még sokkal jobban látható. Persze, hát semmi újdonságot nem mondunk nekik. Na most, ugye még azt is lehet látni, hogy ezek a töredékek eredetiek. Tehát ahol az újdonság van, ott jön az újdonság. Érthető? Tehát, és akkor azt mondja, 6 új. Igen, ám elkezdi innen hímezni, hát ez ha új, akkor nem tudom mi vagyok, én akkor nagyon régi vagyok, mert tessék megnézni milyen. Akkor itt van még egy új, innen is elindul egy, és nem ér össze. Tehát ez olyan, mint a szimplon alagút volt valahogy, innen is, vagy a Lőcsberg, nem is tudom, innen is kezdték fúrni, innen is kezdték fúrni, és nem ért össze. És akkor marad egy rész, azt mondja, füle fele, azért ezt is bezárjuk, és akkor lett egy 6. új. Tehát szó sincs 6. újra, van 5, meg van egy szünet. És miután ez egy generál pauza, tehát azt mondjuk, hogy elég nagy ahhoz, hogy akkor ezt elfogadjam 6. újnak. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy miket tudnak velünk elhitetni. És innentől kezdve nincs több kérdés, 6 új, tehát táltos király, tehát nagyon klassz ember, szóval Szent István, térre magyar. Na most, így ugye gondolhatjuk, hogy egyáltalán nem lehet tartani semmit, se labdát, se almát, se tudom én. Na menjünk akkor tovább, és megnézzük a másik kezét. A másik keze ugyanis nincs áthímezve.
és látni, hogy teljesen más a struktúrája. Tehát itt nem tudom, mennyire látszik, innen sehogy, ahonnan nézem, de azért nagyjából lehet látni. Tehát vékony, gracilis ujjai vannak. Nagyon szép, egyébként mindegyiknek az itt hímzett alakok közül. Tehát mesterfokon tudták a legbonyolultabb mozdulatokat is, mert ahogy fogok egy, mondjuk egy almát, vagy fogok valamit, mert látni, hogy fog valamit. Na de erre egy szó se esik. Ez egy ilyen gyűrűszerű valami. Tehát ez nem a ruha redőzete, hanem olyan, mintha egy gyűrűt fogna. De nagyon finoman, szép kézmozdulatokkal. Na most, ha valaki azt mondja, hogy egyik kezem ilyen lett, a másik meg olyan, ez egyetlen esetben képzelhető elő. Gondolom, hogy tudjuk, mi ez az eset. Hát ha fatelepen dolgozom. Tehát ez annyira ócska poén, hogy szinte szégyeli az ember elmondani, de mindig bejön. Tehát ez a társaság legalább öt-ötször hallja már, de olyan jó ízen tudnak nevetni rajta, hogy én nem sajnálom, elmondom újra. Pedig tényleg rossz poén. Na menjünk akkor tovább. Na most itt vannak az igazán izgalmas dolgok. A Nemzeti Múzeumban volt egy kiállítás nagyon régen. Tehát ez valamikor még azt hiszem a 80-as években volt. Tehát még nem 90-es, az biztos, tehát valószínűleg 80-as évek, derekán második felében lehetett. Inkább második felében. És ott az egész palástot, ez egy nagyobb kiállítás volt, sok érdekes dologgal. És ott a palástnak a teljes képanyagát pauszra átrajzolva szépen kiállították. És hát az ember örült neki, hát végre, hát még kicsit azért mégiscsak a szakmámba tartozik, bár én konkrétan mondjuk a palástan így nem foglalkoztam, de hát akkor is érdekel. És akkor az ember végignézte egyenként, minden feliratot végigolvastam, mert itt pauszról rajzolt, tehát azt jelenti, hogy minden sóhajtás átjön a pauszra. És akkor nézem, hú, mondom, itt gond lesz, hát kollégák követték el, hát az első, hogy az ember jelzi vissza neked, hiányzik egy té, kihagytátok. És akkor tényleg az ember elszaladt, mert ez egy múzeummal odébb van azért, tehát az Iparművészeti Múzeumban kell elmenni, és akkor hát szerencsére ismerősök voltak, és miután ők dolgoznak, hozzáteszem rögtön, tehát ezek értelmes, normális, tisztességes valakik. Egytől egyig. Na és akkor az ember mondja, hogy ne haragudjatok, hát itt ez egy nagy baki. Tehát ilyet azért nem lehet csinálni. Hát akkor azonnal, hát javítsátok meg, mi az, hogy mi javítsuk ki? Hát ez van ott, hát nem vetted észre, pauszra van rajzol. Hát nem mondott komolyan, hát ez nem Stefanus. Na és akkor most mondtál egy nagyot. Tehát ők pontosan tudják, hogy ez nem Stefanus. Tehát ez volt az első, ha ezt ők nem állítják ki, állítom, én máig sem tudom, mert én sem néztem volna meg. Szóval hihetetlen egyszerűen, hogy mi milyen sűrű szemüvegen keresztül nézzük a saját szakterületünket. Lehet, hogy egy más szakterületben azonnal észrevettem volna, de ezen a szakterületen én is vak vagyok ám, hát nekem is kiszúrták a szememet. Hát 5 évük volt rá. Tehát ez azt jelenti, hogy hihetetlenül nehéz éppen a legegyszerűbb dolgokat észrevenni, mert úgy idomították a szemünket. Tehát ez azt jelenti, hogy bizony itt a tének nyoma sincs. És becsületükre váljon, hogy még ligatúra formájában sem jelenítették meg. Na most a következő lépés megint ott, még a szakemberek területén jött elő, azt mondja, mert ugye felmerül ilyenkor egy beszélgetés indul, hogy ezt mivel magyarázzátok? Hát elfelejtették, hogy T-betűnek kellett volna lenni, hülye vagy, tehát a mellette lévőben ott van. Ugyanis a mellette lévő az valóban Stefanus, csak az a mártír, a protomártír Stefanus. Tehát iszonyú pehje van a hamisítóknak, mert mindjárt ott van mellette. Tehát nekik arról kell gondoskodni, hogy ne legyen úgy megvilágítva, hogy én ezt azonnal észrevegyem. Na most hogy van megvilágítva? Hát úgy. Tehát végülis azért nem vitték át a parlamentbe, ez volt a hivatalos magyarázat, ezt pontosan tudom, történetesen volt benne közel ismerősöm, mert túl sok a fény, és ez a túl sok fény, ez árt a palástnak, tényleg árt. Ebből a szempontból leginkább. Tudnék, ezt azonnal észreveszi egy körülbelül 7 éves kortól, ha ismeri már a nagybetűket, esetleg 6 éves kortól, minden normális gyerek. És már ráncigálja az anyuci szoknyáját. Miért mondott, hogy ez Stefanus Rex, amikor pedig itt nincs T-betű? Tehát ezt észre lehetne venni. De nem adunk fényt rá, és nem fogják észrevenni. És tényleg nem veszik észre ezt. Tehát hihetetlen, hogy milyen mértékig nem veszik. Én sem vettem volna észre.
És ott pedig gyönyörűen ott van mellette, ők rajzolták, nem mi rajzoltuk ki, mind a kettő az ő rajzuk. Csak egy másik kiadványban jelent meg, ott van a hitelesítő aláírása, kép számozással. Tehát igenis ott van a Stephanus. Tudták pontosan, ha Stephanust akartak írni. Az S után T betű, nincs ligatúra, ne semmivel nem rovom össze, szépen kiírom, van rá hely. Tehát pontosan mellette van. Na most akkor két Stephanus pedig nyilvánvalóan nincs. Különösen úgy, hogy tét itt kihagyom, ott meg beleteszem. Mehetünk tovább. Kérném a következőt, úgy van. És akkor van még egy koronatanunk. Ez pedig egy palást másolat. Ez pedig Pannonhalmán van, és ez már nem hímzés, hanem sejemfestés. És akkor tessék megnézni, van itt T betű? Nincsen. Tehát rengeteget vitatkoztak már azon, hogy ez a palást minek készült. Ez a Pannonhalmi. Egyébként egyáltalán nem mutogatják. Az egy külön kegy volt, hogy én fényképezhettem akkor, de nem én miattam volt a kegy, hanem aki odavitt amiatt. Tehát egyszerűen nem merték azt mondani, hogy ne fényképezek. Tehát minden esetre, és előhozták, mert egyébként nincs elő. Tehát döbbenetes a kép, ami fogadott tudni. Egyértelmű, hogy ez volt az előrajza annak, hogy hogy csinálhatnak egy más feliratból legalább Stephanust. Na most miből csinálták a Stephanust? Nézzük meg ezt a kérdést. Tehát egy biztos, ha én most kiemelem ezt a feliratrészt, azt mondja, hogy S betű, E betű, így, utána kellene jönni egy egyputtonyosnak, mert Stephanus kéne. Igen, de mit tesz Isten két puttonyos? Na most, még ha teve lenne, akkor is másképp neveznénk. Ha egy puttonyos dromedár, ha két puttonyos, akkor meg teve. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan nem P betű, de jól láthatóan nem P betű. Tehát eddig step helyett, ugye ez a step, ehelyett kapunk szebet. Jó. Na most, azt mondja, ez H kellene, hogy legyen, mert ez Stephanus, ha már nem Stephanus. Csak egy nagy gond van, hogy itt meg bezárja. Fölül. Na most, ha egy H betűt fölül bezárok, az már nem H betű. A betű, akárhonnan veszem az analógiát. Na most, ez egy elég bonyolult dolog, mint láthatóan nagyon kihagyott valamit, valószínűleg kikönyökölte Szent István. Tehát annyit lehet látni, hogy a függőlegese az eredeti, és ezek a kis farkincák, amitől ez alvá válik, meg ez itten fönn, ez viszont jól láthatóan másodlagos hímzés. Hát a színe egyértelműen mutatja. És itt már látni lehet, hogy itt ez viszont, ami az A-nak most a keresztszára, ez meg eredeti. Tehát van egy függőlegesünk, meg van egy vízszintesünk, és sarkosan találkozik. Ez milyen betű? Ez mi? Azt hittem írást tudok, megbeszélek. Tehát L betű. L. Na most, adva van egy, ez erősen feltűnően újra hímzett, és itt valaminek a nyomai vannak, ami már nincs jelen. Itt elindul egy ilyen vonal, aminek az N-hez semmi köze, és följön idáig. Így van, utána van egy U betű, ez senki sem nyújt hozzá, és itt van egy S, amit most innen nem látok. Viszont nem akarom kitakarni. Na, akkor most egy kicsit játszunk ezekkel. Mi van fölírva? Igen, Szent Sebaldus, mártír szent. Teljesen egyértelmű. Tehát még csak vita, hogy mondjam, csak még arra sincs lehetőségünk, hogy nagyon csereberéljük. Mert ez az egyetlen olyan szent, amelyiknél a Seba idáig, ez teljesen egyértelmű. Ez összesen kétféle mártír szent lehetne. Vagy Sebastianus, ami nyilvánvalóan nem fog kiférni, meg nem is azok a betűk jönnek. Vagy Sebaldus. Most ez már egyértelművé teszi, hogy ezt valószínűleg most már egyértelművé, hogy itt most a szent nyomán is el lehet indulni. Ugyanis Sebaldusnak Kölnben neveztek templomot, vagy Köln volt a, hát hogy mondjam, a nagy tiszteleti helye. Nálunk szinte nyomtalanul, hát nem létezik, nem elenyészik, hanem egyszerűen nincs jelen. Tehát Sebaldus olyan mértékig, hát a német-római birodalom majdhogy nem azt mondta a házi szentje. Tehát jól lehet érezni, hogy ezért nem kaphat elég fényt. Pedig ez aztán tényleg teljesen egyértelmű. Én nem tudom, összevetjük-e most közben gondolatban, hogy mi volt erről az állítás? Az, hogy Szent István egyetlen, egykorú és hiteles képmása. Mondtam, hogy még a vessző sem igaz,
már csak azért sem, mert nincs a mondatban vesző. Pedig egyébként valószínűleg az az egy lenne igaz benne. Mehetünk tovább. Ezzel kapcsolatban, hát ezeket nyilvánvalóan már láttuk, ezeket a kellemes dolgokat. Tehát próbálgassunk majd, ez egy házi feladat lehet. Hát kinek van nyilván otthon aranyhímzésű ilyen palástja. Tehát próbálja ki, hogy lehet úgy hajtogatni, hogy csak a keresztszálak töredeznek ki, de azok is hol kicsit szélesebben, hol kicsit úgy összemennek, aztán megint kiszélesednek. Tehát egy ilyen ritmikus, hogy mondjam, menetben, mint hogyha valaki közben táncolna, vagy valamilyen más egyéb ilyen ritmikus mozgást végezne. Most volt egy másik javaslat, és mind a két oldalon. Tehát ez azt jelenti, hogy itt ma is van szöveg, tehát ez Gisla Regina a felirata. Na igen, de szemmel láthatóan teljesen más anyagból, tehát itt még csak át se tűnik a jelenlegi felirat, és nyilvánvaló, hogy semmi köze nincs ahhoz, ami alatta volt. Tehát itt már nem lehetett átalakítani a szöveget. Ennek valószínű oka azt, amit majd mindjárt látni fogunk, hát ami egy nagyon kemény érv lesz, hogy tudnélik, mondjuk női névre nagyon nehéz úgy átalakítani valamit, hogy az eredetileg férfi név. Most honnan tudjuk, hogy ez eredetileg férfi volt? Hát azért, mert úgy maradt. És erről mi árulkodik? Ez a derék kedves, hol szép hosszú szakálla. Tehát ez azt jelenti, hogy pontosan ugyanolyan szépen megmintázott, meg, hogy mondjam, hát így hímezgetett szakálla van, mint az összes többinek. Semmiben nem különbözik a szakálla a maradék 11-től. Tehát ez a férfi mártír szentek 12-ese volt. És ebből, amit lehetett, azt így betűnként alakítottak át, na ennek volt mintája a pannonhalmi palást. És volt olyan, amikor az volt, hogy gyerekek, itt nincs más, ezt ki kell tépkedni. Tehát beállítjuk ugye azt a pókot, vagy azt a skorpiót, vagy azt a mit tudom én kukacot, amelyik csak a keresztszálakat zabálja, és megtanítjuk ugrani. Tehát amikor odaér a formához, ugorj egy nagyot, és itt folytasd. És ezt csinálja szépen soronként, amikor kifárad, akkor ilyen szűk lesz, amikor meg újraedzésben, akkor meg hosszabb. Tehát ezeket jól magyarázhatók, hát ez gondolom elfogadható ér. Hát ez... Nem értem, hogy mi a gond. Tehát ezek teljesen egyértelmű érvek, mert más érv ugyanis nincsen. Mert fennmaradna az a lehetőség, hogy szándékosan kitépték, hogy meghamisítsák, mert ilyet nem lehet feltételezni. Hát hogy képzelj? Hát 200 év alatt nem lett volna egyetlen tudós sem, végig tévedtünk volna. Hát ez képtelenség, ne akarjam ebbe. Persze, mert csak ő az okos, ugye? Csak ő az okos. Hozzáteszem, hogy egy gyerek volt az okos, pont egy gyerek egy ilyen előadáson figyelmeztetett, hogy nem a fontos dolgot mondom, mert azt kellett volna mondanom, hogy szakálla van. Na most akkor, hogy ki az okos? Tehát tegyük be egy mérleg serpenyőjébe 200 év tudományos akadémiájának az összes állítását ide vonatkozva, és tegyük be egy gyermeknek a spontán fölismerését. És amit én idéztem, hogy mi akkor 200 éven keresztül tévedtünk volna, bocsánatot kérek, ezt egy bocskai ruhás kollégától idéztem. Csak éppen Fehérvár ügyében. Érthető? Tehát azért ne felejtsük el, hogy nagyon mélyen benne van ám a tüske ebben a nemzettestben. Nagyon mélyen, sokkal mélyebben, mint gondolnánk. És ez gennyezik ám, keményen gennyezik. Tehát csak abban bizakodhatunk, hogy a nemzetteste is, mint a mi testünk is egyénenként ki fogja dobni az ilyeneket. Tehát nem szeretnék a tüskék helyében lenni, mert nem lesz hosszú az életük. Na minden esetre ennyit feltétlenül észre kell venni, ez nem lehet, hogy ennyit nem veszünk észre. Lehetetlen nem észrevenni. Tehát ennek a helyén más valaki volt, és itt is lehet látni, innentől kezdve ez teljesen át van hímezve. Jól lehet látni a határvonalat is. Még innen is, ahonnan én nézem. Tehát így soha senki ebben a kulturális környezetben nem járt el, hogy itt meg tudja festeni gyönyörűen az ujjakat, itt meg elfelejtés, egy tipikus gicsfestő módszert alkalmaz. Ugye tudjuk, a kezet a legnehezebb megrajzolni. Tehát akár hímzéssel, akár rekeszzománzva, akár miben fogalmazom, a kezet mindig a legnehezebb. Mert ez a legváltozékonyabb formájú, és aránylag vékony. Tehát ez azt jelenti, hogy aránylag kis helyen sokféle dolgot kell pontosan megfogalmazni. És abban a pillanatban, hogy mozdul már a rövidüléssel, már más lesz a hozzávaló viszonyom. Tehát nagyon nehéz a kezet jól megfogalmazni. Aki ezt így itt meg tudja fogalmazni, az nem fogja
elkerülni a lehetőséget, és egy olyan megoldást csinálni, hogy itt van egy nagy bütyök, így, és akkor hát a torony meg döntse el, hogy hozzá hogy viszonyul. Hát most mindent nekem kell megoldani, nem, hogy. Tehát ez egy tipikus gicsőr megoldás. Tehát nyilván emlékszünk még rá, mert boldogult ifjúkorunkban sokat gyönyörködtünk olyan gicsekben, ahol cigány lány így keble, tehát itt ilyen hosszabb volt valamivel ennél, és akkor így beletúrja hajába, és a másikat pedig valahogy elteszi ide. Tehát nem kell megfesteni a kezet. Érted? A lábtól is félnek, de a lábat még valamivel könnyebb, egyszerűen azért, mert rövidebbek az ujjai. Tehát azt is szépen leszokták takarni. Aztán vannak dolgok, amit meg nem takarnak le, hát épp azért gyönyörködtünk benne. Tehát ezt csak azért mondom, mert jól lehet vizsgáztatni ám ilyen esetben, hogy nem valami nagyon magas szintű volt ám annak a tudása, aki ezeket áthímezte. Még azt is föl lehet tenni, de ez nem kötelező, hogy valószínűleg hosszú ideje se volt rá. Tehát nincs kiérlelt megoldás, mert egyébként ezek elég durva hibák. Tehát ezeket észre lehet venni. Tehát vagy nagyon fölényben érezte magát azzal, hogy egyszer meg tudom akadályozni, hogy rákérdezzenek. Hát mai napig ez van. Tehát akkor azt jelenti, hogy nagyon-nagyon gyerekbe érzi magát, vagy pedig az van, hogy gyerekek, eszi, nem kap mást, ezt fogja kapni. És akkor ezt fogom vele megtapsoltatni, olyat mindig lehet találni, aki tapsol. Hát azt nem mondják nekem, hogy nem lehet. És akkor abból csinálok hangadót. És utána a saját körében, akinek más a véleménye, azt lepofozza onnan, vagy elviteti. Kész, megvan oldva a kérdés. Na, menjünk akkor tovább. És akkor azért, hogy ismerkedjünk egy kicsit, hogy milyen az akkori szakáldivat. Tehát idáig ér. Na most egy bajor hölgynek sem lehet ekkora az álla. Ebből szokott jönni az a nagyon rossz poén, amit már eleve várnak, ugye, mert szeretnek jókat nevetni, hogy innentől kezdve érti meg az ember, hogy miért avatták boldoggá Gizellát. Ugyanis azzá avatták. Mert erre egyetlen magyarázat van, aki ekkora szakállal ilyen jó partit csinál, az maga a boldogság.